Keresik elől Elmandert ezzel a hosszú labdával. Elmander! Juhász szeret szépen. Szöglet következik. Viszont az a baj, ami elképzelhető, hogy már hétközben is előjött Rolandnál a bordály bizony. Igen, igen. Nagyon, nagyon gyors határ ez a 11-es, meg a Ibrahimovic, vigyázni kell rájuk. Csak ők vannak ketten elő, a többi mind visszahúzódik, és ez a két gyors csatár kontrázik. Jöhet tehát a szöglet. Ugye Juhász az egyik edzésen tapasztalt valami hasonlót, amely után nem is tudta folytatni az aznapi tréninget. Nagyon nagy szükség van rá, mondanom sem kell, hiszen rengeteg védő esett ki az elmúlt időben. Jön a svédek szöglete, és a fejes góljuk! Rögtön a 8. percben. Hát nagyon üresen maradt a gyerek. Hát olyan üresen, hogy már a kupac aljával és ölelgetik őt. Alig, hanem Melberget. Így is van kivást. Az egykori Aston Villa játékost, aki kibújt, nagyon szabadon, és betalál. Szabadon jutott a labdához hátulról. Valakinek menni kellett volna vele. Ő különben is erőhíres a fejeseiről, mindig előre megy szögleteknél. Bizony-bizony, megelőzte sajnos az emberünket Melberge. Most indul be, igen, igen. Valakinek föl kellett volna venni időben. Így van, itt már nem is volt kit megelőzni, mert nem vettük föl. Ez így azért idegzuhany, de hát nagyon messze a vége, és a csapat, én azt hiszem, hogy képes innen is felállni. De már volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, tán hosszú lesz. Gyorsan elvégzi Hajnal a bedobást, a beadás nem tűnik rossznak. Kikerül még kifejelni. Az nem ő helyzet, Halmosi 11-est kaptunk! Ha-ha! Megítélte a játékvezető! Megítélte a játékvezető! Most Dzsudzsák harcolta ki! Azt a mindenit! Kétszer egymás után, nem tudom, az első ér vagy a második ér? Szerintem az első, nem ezért, itt már Halmosi esik át. Az elsőnél már úgy láttam, hogy megítélte a játékvezető. Na nézd, nem nézzük, ez a második továbbra is. Halmosi gyönyörű homorítása. 11-es kérem szépen, megkaptuk az esélyt. Húzni fogja elvégezni. És ezzel az eséllyel most akkor élni kell, gyerünk! Gyerünk, Szabolcs! Igen! Egyenlítettünk! Egyenlítettünk! Huszti góljával! Aki olyan, de olyan rég volt már eredményes az utóbbi időben a válogatottban. Ismételten betalál, ő állt a labda mögé. Gera, hogy Hajnal is odaállhatott volna. Huszti felvállalta és belőtte. Nemrégiben a Zenit színeiben kihagyott egy 11-es, de ő nagyon bátran odaállt. Isaacson megérezte a sarkot, de kicentiszte Szabolcs. És egyenlít a magyar válogatott. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, nagyon, hogy ezt a nagyon pontot, fontos. Pontot meg tudjuk tartani. Utoljára még a bosnyákok ellen szerzett valamikor volt Zenyicán 2006-ban Huszti Szabolcs. És Dánia továbbra is vezet 1-0-ra Portugália ellen. Még mindig 1-0-ra vezet Dánia. 93. perc, tehát az utolsó. Gera. Muzsáki tartja meg. Gera. Huszti, Majsztorovics. Na végül. És magyar bedobás. Ennyi, és talán most már így van, a svédek sem hiszik el. Vastaps! Vastaps! És ez a taps, ez azt hiszem minden szurkolónak is szól, itt a Népstadionban, a Puskás Ferenc arénában. Varázslatos légkör, és ugyanez vár majd szerdán is, azt hiszem a mieinkre. Ugyanazokkal a reményekkel, mint a meccs előtt. Jól van Halmosi! Na még egy ellentámadása, van idő! Buzsáki, megy a jobboldalon, Gera! Buzsáki, mi? Hova? Na itt, jó lehet! Gera, nem jó. Rá kellett volna lőni. Itt lesz vége.
De akkor legyen is vége most már, svéd ellentámadás. Imád! Istenem! Jaj, babos! Nem! Hát nem hiszem el! Hát ilyen nincsen! Hát ezt nem hiszem el! Hihetetlen. Hát ez... Hihetetlen. Ennyi... Belerúgta a kapus a... Babos belerúgta az Ibrahimovicsba. Meg is sérült aztán. És a Tímár pedig... Tímár meg alászaladt. Hát ez egy érdekes meccs volt, hallod. Ez nem, ez tragikus meccs volt, vége a mérkőzésnek. Lefújt a villa. 94. perc. Nagyon fura. Fura? Nem is lehet mit mondani igazából. Hát pedig... Egy ilyen szerencsétlen labda. Nem tudom, hogy... Meg egy ekkora hiba. Oh. Hát én a magyar kispad. Nagyon jól játszottak az utolsó 4 óra 20 percben. Ezek után nem érdemelték meg. Hát ezek után nem, de ami előtte volt, ami, igen, az alapján sajnos. Igen, nagyon jól játszott a svéd csapat, különösen az első fél időben. És az a hiba, Tímár alászaladt. Babos hiába jött Ibrahimovics erőből. Ibrahimovicsnek egyetlen villanása volt a meccsen. Ezt megelőzően. De itt nagy hibát csinált hátul. De ennyi szerencse kell a futballhoz. Belerúgta, visszapattant a lábáról. Hát nem hallgattatok meg az égi fohász. Ibrahimovics meg megint betalál, úgy, ahogy betalált. És az egész... 3 évvel ezelőtt, 2005. szeptemberében, a 91. percben, ahogy betalál Stockholmban 2002-ben, amikor az ő golyával egyenlítettek, ugyanúgy betalál most is. Boldogan mehet a szájsebészetre, mi meg boldogtalanul adjuk át a szót a stúdiónak. Nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek, aki kijött, és segített, a buzdított, támogatta a mieinket. De minden esetre egy nagyobb.